Szeretettel köszöntök mindenkit, közeledik a karácsony. Mondanám, hogy mi a családban karácsony szentestéjén mindig elolvassuk a Jézus születésének a történetét. Erre biztaték mindenkit, mert ez nagyon jó. És sőt, arra is, hogy másoknak is mondjuk el, hogy olvassák el. Hitetleneknek is el lehet mondani. Bárkinek, most ahogy jöttem a trolibuszon, ott is elmondtam. A következő helyen található meg Jézus születése. Visszaszámlálás 3-2-1. 3-2-1. Harmadik evangélium, második fejezet, első verstől. Hát ez a visszaszámlálás, ezt már régóta várták Jézus eljövetelét. 3-2-1. Ezt mindenki meg tudja jegyezni, sőt érdekesnek tartja. Ha valaki azt mondja, hogy hát én elolvastam, de hát a napkeleti bölcsekről szó sincs benne, holott a Betlehemekben ott vannak a királyok is. Nyugi, akkor fordítva. 1-2-3. Első evangélium, második fejezet, harmadik verstől. Ennyi. Tehát 3-2-1. Lukács evangéliuma, második rész, első vers. A másikból a napkeleti bölcsek pedig Máté evangéliuma, második rész, harmadik vers. Megsugom, ez a harmadik, ez egy kicsit sárti, de ott az első verstől már ez van. Aki már odáig eljutott, az már sinem van, ott már nincs magyarázat. Ennyit, és az Úr áldjon meg mindenkit! Köszönöm.